Frédéric Chopin életéről mesélek a gyerekeknek, és miközben mesélem az életének az érdekes történeteit, egy-egy zongoraművet játszok el a szerzeményei közül. Azért nem beszélek a zongoraművekről, mert úgy érzem, hogy azok annyira belső indítatásúak, hogy nem érdemes, viszont hogyha egy kicsit az életével megismertetem a gyerekeket, akkor talán ezzel közelebb hozom őket ezekhez a gyönyörű műalkotásokhoz. És milyen generációt szólítasz meg ezzel a programoddal? Nagyon széles a skála. Múlt héten az Adi iskolából még első osztályos gyerekek is, tehát 7 évesek voltak. Ma az Rényi gimnáziumból már 18-19 éves fiatalok is hallgatták. Úgy próbáltam összeállítani ezt a műsort, hogy mindenki számára érdekes legyen. Nem elsősorban zenetudományi jellegű, inkább egy ilyen mesélős előadás, ahol az zongoraműveken van a hangsúly. És akkor a közönségnek megfelelően változik egy kicsit, gondolom, az előadás, a témád is, amit mesélsz Chopin életében. Igen, olyan nagyon-nagyon nem változik. Nem, mert egy életrajzot szerintem pici gyerekeknek is el lehet mesélni, érdekes történeteket, hogy hogyan tanult meg Chopin lovagolni, vagy miért nem merte Vajinskának bevallani a szerelmét, vagy hogyan ismerkedett meg Zsorszámmal. Ezek minden korosztálynak érdekesek, szerintem. Köszönöm szépen!